Üdvözlet mindenkinek itt egy Robika 1001 PMRradio.hu. Egy újabb rádiót szeretnék nektek bemutatni, ez pedig a TYT-nek az UVF9-es készüléke. A rádió az a Baofeng UV5 után került piacra, úgyhogy pár dologban hasonlít rá, hát a kinézetét azt látjuk, hogy elég érdekes, eltér az átlag szögletes rádió kinézetektől. Alap dolgok, amit gyorsan el lehet mondani a készülékekről. És ami érdekes, inverz kijelzője van a rádiónak, vagyis fekete háttér és fehér kijelzett számok és karakterek. A másik, a frekvencia és a név kijelzés az pontmátrixos kijelzővel van ellátva, így nagyon-nagyon-nagyon szép a kijelzőnk, főleg este is, és olyan helyzetben, amikor esetleg zavarná a háttérvilágítása a szemet. Fontosabb dolgok még, Kenwood kompatibilis audio és programozó csatlakozás, teljesen erős és jó dugóval, teljes értékű billentyűzetünk van, ugye mivel csak hangerő szabályzónk van fölül, ami meglepően jól működik és nagyon jó az alakja a rádióhoz, tehát nem egy magasított dologról van szó, hanem egy lapos kis hangerő szabályzóról, teljesen kellemes a fogása. A billentyűzet az egy teljes értékű billentyűzet és DTMF billentyűzetről van szó, tehát van a rádióban DTMF. Csatornaváltás és az egyéb menüváltások, azokat a billentyűzeten jobb oldalt a lefölnyilakkal lehet elvégezni. Van külön egy AB gombunk, ugye a két kijelző között tudunk váltani az AB gombbal. A funkciógomb a kijelző alatt található, van egy visszajelző lámpánk, ledünk, ami nem a készülék tetején, hanem elől foglal helyet. A készüléknek a bal oldalán van a CAL hívógombunk, van egy hatalmas nagy PTT gombunk, ami megint teljesen jól működik, nem kell keresgetni a nyomáspontot, egy teljes műanyag lapocskát nyomunk be, úgyhogy nem egy gumi van nyomkodva, ténylegesen ha a sarkát nyomom meg, akkor is ugyanúgy működik, nem kell a közepét keresgetni. Alatta pedig a Moni zajzár gomb található. Fontos dolog még az antenna. Ugye az 5-ös baónál volt az a probléma, hogy egy 12 centis antennánk van, hát itt nem 12 centit, megközelítőleg olyan 17 centi körüli antennánk van, úgyhogy a rádióra fölrakva normál SMA csatlakozású antenna csatlakozója van a rádiónak, tehát nem fordított, és megfelelő az antennának a hossza és az érzékenysége, úgyhogy nem kell rá külön antennát vadászni, legalábbis ez az én véleményem. A másik az akkumulátor, az akkumulátor az pedig 1600 mAh, ez is van ráírva, úgyhogy nem tudom mennyire látszik, itt 7,4 volt és 1600 mA, ez pedig a valós kapacitást mutatja, úgyhogy nem humbug a ráírás. A másik érdekes dolog, hogy nem látni töltő érintkezőket az akkumulátoron, mert nem dokkoló töltővel töltődik a rádió, hanem, és itt jön a meglepi, az akkumulátor oldalán van a töltő csatlakozó, amivel a fali 220-as EU szabvány dugós töltőt, amin van visszajelző ledünk, pirosan világít, ha tölt, és zölden, hogyha feltöltött. Az elektronika viszont benne az akkumulátorban van, úgyhogy elég bedugnunk a dugót, és töltődik az akkumulátor. Nem kell dokkoló, nem kell cipelni semmi nagy, nehéz cuccot, hogyha valaki megy, és olyan jellegű dolog van, elég magát az adaptert vinnünk. A másik, hogy van szivargyújtó töltőnk is a rádióhoz, ez is ugyanígy működik. Bedugom 12 voltos akkumulátorra, vagy az autó szivargyújtó töltőjébe, és már is lehet használni a töltést. Ugye van övcsatunk,
amit még adnak hozzá, az egy csuklópánt csavarokkal, és egy nagyon egyszerű cafogós Kenwood csatis headset. Készülék érintkezője akkumulátor szerint az ugyanúgy, mint az ötös BAO-nak, tehát hasonló kialakítású, mondjuk, hogy teljesen ugyanaz és ugyanúgy kompatibilis, úgyhogy akár az ötös BAO-nak az akkumulátorát is használhatnánk rá, vagy esetleg annak a töltőjét annak az akkumulátorra, úgyhogy ilyen kompatibilitás szempontjából ez egy szerencsés dolog. De mondom még egyszer, hogy nem kell dokkoló töltőt cipelni sehova se, az akkumulátoron van a töltő nyílás, és itt lehet tölteni. És akinek izzad a tenyere, az nem fogja csipni hátul az akkumulátor érintkező, hogyha a nyári nagy melegben van használva. Hát alapjáraton ennyit a készülékről. Főbb jellemzők még az, hogy nagyon-nagyon szép mikrofon hangja van a rádiónak. Nincs ez a tompaság, mint az ötös BAO-nál volt, hogy gyenge a modulációja. Annak is szép a hangja, de viszont itt ténylegesen van modulációnk, és van benne hangerő. Kiveszem a rádiót a dobozból, összerakom és használom. Van DTM-FM, két VFO-m, nyugodtan be tudok ütni azt, amit szeretnénk, tehát ugye kétsávos rádióról van szó. Kétsávos rádióról van szó, mindegyik kijelző külön memóriatartományjal és külön beállításokkal rendelkezik, tehát mind a teljesítményt, mind az egyéb dolgot külön-külön tudom állítani. A másik dolog, ha vétel van az egyik sávon, és be van kapcsolva a duávi funkció, az ott fönt látszik a DS, akkor itt a jobb oldalt lehet látni egy kis jelet, hogy hol jött a vétel. Viszont a prompt maradott, tehát nem fog átugrani máshova a rádió, nyugodtan nyomhatjuk a PTT-t gondolkodás nélkül, hogyha rádió el van rakva övre vagy valahova, és nem látnánk, nem fog átugrani a másik VFO-ra a rádió vétel közben. Úgyhogy első körben ennyit tudnék elmondani a rádióról. A menüjét és az egyéb dolgokat azt majd a következőben. Nekem egyedüli dolog, ami nem tetszik, vagy egy picit furcsa, az, hogy nincs elrejtve a kijelző, és elrejtve, tehát nem, nincs besülyeztve a kijelző a burkolatba, ezáltal ha fóliát levesszük róla, mivel egy síkba van magával az előlappal, így esetlegesen karcolódhat, de talán ez az egyetlen olyan dolog, ami esetleg szépséghiba lehet. Nagyon jó a hangerőszabályzás, DSP van a rádióban, tehát ugyanúgy lehet hallani, hogy erősödik vagy csökken a zaja a távolabbi állomásoknál. A fölül látszik ugye a térerőjelzés, hogyha adást nyomunk. Visszavételnél is ugyanúgy látszik, hogy gyengébb vagy erősebb az állomás. A pici pálcikák azok úgy változnak, főleg gyengébb állomásoknál lehet ezt észrevenni. Ki és bekapcsolásnál ugye lehet állítani, hogy hány volt van a rádió akkumulátorában, de ugye bejelentkező üzenetet is be lehet állítani. Ezek már megint ilyen szépség dolgok, vagy kényelmi dolgok. A billentyűzet az nagyon jó kemény, tehát kényelmesen lehet nyomkodni, és az teljesen jól veszi be. Nincs félrenyomás, nincs félreütésben. Műsorvevő rádiót is ugyanúgy el lehet memorizálni, és a saját antennájával így szól a készülék. Kikapcsolása az pedig ugyanúgy egy gomnyomás. Röviden ennyi a TYT-HVF9-ről. Én szerintem azok a hibák, amik a BAO 5-ösben benn voltak, azok itt egyáltalán nem láthatók, és egy nagyon jó rádiót hoztak össze a fiúk. Én szerintem a Voxunknak lehet nyugodtan betétása. Mind hangban, mind minőségben, főleg a belső töltő végett.